Minden idők legeredményesebb magyar női sportolóját üdvözölhetem az Újpest Televízió stúdiójában, aki, róla bátran elmondhatom, január 9-én ünnepelte 95. születésnapját. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Keleti Ágnes olimpiai bajnok tornászt. Kezi csókolom, megegyeztünk, hogy nem Ági nénizek, hanem Ági. Úgyhogy hát nagy öröm, hogy itt beszélgethetünk. Én nem a múltról, nem a régmúltról akarok beszélni, természetesen az eredmények érdekelnek, mert azt tudom, hogy ötszörös olimpiai bajnok, és ilyen, hát Magyarországon nem igazán van, talán még a világban sem. Ágika, mikor kezdett el sportolni, és milyen sportot választott legelőször? Hát elsősorban én a papám fia voltam. Mert volt egy nővérem, nőlem, nálam 7 évvel idősebb. És az apám egy nagyon klassz, magas, erős sportember volt, a Feri bácsi. És amit ő csinált, azt én is igyekeztem csinálni. És evesztünk, és úsztunk, és hegyet másztunk, és síeltünk. És amit csak lehetett, azt csináltunk. Akkor az Ági volt a fiú? Egy fiú Ági volt? Hát nem neszek Áginak, semminek sem. Nem volt nevem, hanem az apámhoz tartoztam, és együtt dolgoztunk, együtt sportoltunk. Hány évesen kezdett el sportolni? Meg hány év? 3, 4, 5 éves volt? Hát erre pont nem emlékszem, de nem az apámmal, de sportolni, az anyám sportoltatott nyilván már 4-5 év koromtól, mert az anyák sportoltatják mindjárt a kisbabát is, és aztán én erre alkalmasnak néztem ki, vagy annak tűntem, és akkor csináltunk mindenféle. De én már pontosan nem emlékszem még, mert már nagyon régen, mert most már 95 vagyok. Hát hála Istennek, hogy tudunk beszélgetni, és még fogunk is beszélgetni későbbiekben. De még persze erőm van. Az erő láttam, a lábemelést, ezt kedves nézők, nézzék meg. Figyeljenek, kedves nézők, ugye? Hát én nem tudom így fölemelni. De spárgázni is tudom. Azt most nem, mert ne álljon föl, jó? Ha már ilyen szép lábemelést láttunk, spárga is van, tudjuk, láttuk képeken. Igen. A tornával mikor találkozott? Hogy? A tornával mikor találkozott? A tornázni mikor kezdett? Hogyan került a tornaterembe? Az iskolából. Hát az iskolából. De nem, volt akkor egy olyan orvosi kezelés is, hogy a gyerekekkel a mamák tornáztatták a gyereket, ugye? Kezét, lábát, ezt, azt. Hát ez nekem jól ment mindig. És pontosan nem emlékszem, hogy mikor, hogyan mentek a dolgok. De azt tudom, hogy én voltam a papám fia, és ahova ő ment, oda mentem én is. Ez rendben van, megvan a torna. Azért, akiből egy ötszörös olimpiai bajnok lesz, az minden bizonnyal tehetséges volt a tornában. De én nem a tornával kezdtem. Azt én tudom, hogy nem a tornával. Akkor a többi sportágat miért hagyta abba? Dehogy hagytam abba. Én az evezést és az úszást, azt sose hagytam abba, a mai napig se. Na, hát talán azért ilyen fiatalos még mindig. Na, nem nézek tükörbe, és erőm van. Azt meg, hát fölemel inkább. Ágnes, az, hogy ötszörös olimpiai bajnok lett, ezt minek köszönheti? Azt, hogy világot akartam látni. Na, ezt kérem szépen megmagyarázni.
Mi az világot látni? Nem a világot, hogy akartam világot látni, mert másképpen hát, ugye, nem tudott a volna? A kommunista Magyarországban, amiben én éltem, az emberek nem utazhattak külföldre. De a sportoló az oda ment, ahova vitték, vagy ahova érdemes volt ütni. És én a sportoda, én jó tanuló voltam, és lehettem volna orvos, vagy igen, tanár, hát tanár így is lettem, mert testnevű tanár. De a sporttal lehetett világot látni, és én azt választottam, mert kíváncsi voltam. A világra. A világra, bizonyám. Mert Amerikától Afrikáig mindenfelé jártam. Mondta azt, hogy tanár lett, hát elvégezte. Ázsiáról. Hát hogyne. Mondta, hogy tanár lett, elvégezte a testnevelési főiskolát, ugye tornatanár lett. Igen, testnevelő. Testnevelő tanár, bocsánatot kérek. És közben ugye 1947 és 56 között. Juhász Piroska volt. Hát a Juhász Piroska volt, igen, de különböző szereken 46-szoros magyar bajnok volt a tornában. 46-szoros magyar bajnok. Én nem emlékszem rá. De azért van itt nekem ez a kis papírka, hogy én azért tudjak puskázni, bár egy tanárnővel szembe puskázni az nagyon veszélyes dolog. Szóval 46-szoros magyar bajnok volt. Örökös bajnok lett, és mindent elért a sportban, és de beszéljünk tudja, az olimpiáról. Csináltam. Világot akartam igen, látni. De beszéljünk az olimpiáról. Ki? Szóval Melbourne, nincs mese, Ausztrália. De aztán ott is maradtam. Hát ezt majd a győzelem után. Na de hát erről beszéljünk után. A győzelemről. Esélyesként utazott ki Ausztráliába? Sose gondoltam esélyességre. Csináltam a legjobbat, amit lehetett, és szorgalmas voltam az edzésben. És találtam sok újfajta mozdulatot. Egy újító volt, azt tudjuk, igen. Igen, szerettem, igen. Kitaláltam, mert nem csak azért, hogy avval sikeresedjek, hanem szerettem a sokféleséget. És hát, hogy így esett, nekem tulajdonképpen nem az eredmény volt a lényeg, hanem az utazás, a világ. Tehát még ma is azt mondja, hogy az eredmények még ma is azt vallja, azt mondja, hogy az eredmények azok megvannak, de világot látott, és ez volt a legnagyobb ez dolog. Ez volt a célom azzal, hogy kitaláltam a dolgokat, hogy elvigyenek. Uh-huh. Ágika, 31 éves volt, és általában akkor már a tornászok befejezik a pályafutásukat. Én meg akkor kezdtem. Akkor kezdett el, és akkor mutatta meg igazán, hogy mit tud. Hát ugye, akkor volt elég eszem hozzá. És addig is sportoltam mindenféle sportot. De aztán rájöttem, hogy a tornával utazni lehet. Azt, amikor ugye egyéniben is hozta az aranyérmeket az olimpián, de jött egy csapat, amivel olimpiai bajnok lett. Hogy emlékszik rá, milyen volt a magyar csapat? Ugye Bodó hát, Andrea, Kertész Alíz, Korondi Margit, Köteles Erzsébet, Tasolga, és hát Ágnes. Igen. Hát választottam olyan lányokat, akik alkalmas voltak a szép mozgásra és az együttműködésre, és hát jó barátnők is voltunk, bár én idősebb voltam náluk. Meghallgatták a tanácsait, ha már mondja, hogy idősebb volt náluk? Tehát, Nézze, nekem ők kedves barátaim voltak. Nem, én nem uralkodtam rajtuk, hanem együttműködtünk. Ez valami csodálatos dolog. Említette azt, hogy Melbourne, és utána ott is maradt.
Ugye ezt jól igen, tudom? Igen, igen. És mit kezd, mit csinált utána? Hogy, miért döntött úgy, hogy ott marad? Elsősorban megismertem a bíró Robit. Hiszen tudjuk, bíróné Keleti Ágnesként. És már tulajdonképpen a karrier már megvolt, és tovább már túl sok. És itt megállapodtam. És találtam egy jó bíró Robit. Egy jó bíró Robit. És ugye két gyerek született ebből a úgynevezett jó bíró Robiból való kapcsolatban. Ma is velem van az egyik. Nála vagyok, vele vagyok. Ő a Rafael? A Rafael. Igen. És a Daniel. És a Daniel. Óriási. Most a Rafael vagyok. Melbourneből nem tért haza, Izraelben telepedett le, de hála Istennek, hogy azóta azért a rendszerváltás óta nagyon sokat van itthon. Igen, a kommunizmus az egy nagyon szigorú rendszer volt. Nem volt könnyű élni benne, és nekem arra nem volt szükségem. De amikor elmúlt, akkor visszamentem. Azt is hallottam, hogy azért szeret idejönni, mert van, amikor ott nagyon hideg van, és jobban szeret itt lenni, mert itt melegebb van. De hát most éppen január van, most nincs olyan meleg, de mégis itt ünnepelte a 95. születésnapját. Igen. Nagy ünnep volt? Igen, én nem szeretem az ünneplést. Hát azért csak volt valami. Kicsi volt, vagy nagy volt, hogy csak utána legyek. Hát azért egy 95-öt ünnepeljünk meg, én azt gondolom, Ági. Az ünneplés nem annyira érdekes, hogy jó kaja legyen. Ha már a kajálásról esett szó. Szeretem hát a kaját. Úgy néz ki, mint egy sportoló. Hát egy, hát ma is sportoló. Egy fikarcnyi deka nincs, plusz nincs, Ági. Mit eszik? Mit csinál, hogy ilyen jól néz ki? Sportolok. De hát enni csak kell. Mit szeret enni? Hogy azután mit szeretem? Mit szeret enni? Mi az, ami... Enni? Hát enni kell. Hát én, mint a sportoló, megszoktam egy olyan diétát, nem is diétát, de nálunk otthon, otthon is a mamám is, és a nővérem is úgy ettek, hogy ne hízzanak. De azért egészségesen. Ugye az ember nem eszik zsírosat, nem eszik sok cukrosat, hanem sok zöldségfélét, és gyümölcsöt és húsfélét is. És napi szinten sportol ma is tréningezik? Minden nap megcsinálja azt a torna gyakorlatot? Már nem? De nem ám. Torna gyakorlatot. Én szeretek sétálni, szeretek járni. A járás az a legjobb. Közben az ember mozog, de nem tornázom. És tudja, nekem a hajlékonyság az egy természetes adottság volt. Nekem azért nem kellett dolgoznom, mert én spárgázni most is spárgázok. Annélkül, hogy az nekem megerőltető legyen, és külön is a papám fia vagyok, és erős. Ágnes, azt tudom, hogy Izraelben nagyon sokat köszönhetnek a Keleti Ágnesnek, hiszen letette a torna alapjait ott kint. Én nem a köszönésért tettem azt, hanem mert csináltam, mert tornázni akartam, és azt tartottam, hogy az nagyon jó a fiataloknak.
De hát lehet, hogy jó a fiataloknak, de a versenyzőket is irányította. Nem a versenytorna. De a versenyzőket is irányította, aztán szövetségnél dolgozott, edző volt, olimpiára juttatta ki a válogatottat. Aztán idővel, mikor megtaláltam azokat az egyéniségeket, akivel érdemes ezt a sportot megtanítani. És de milyen iskolába tanítottam, ott ugye sok-sok ment a kezem alatt, és ottan megtaláltam. Hát ez másképp nem megy, a kiválasztás az nagyon fontos. És utána milyen volt átülni a túloldalra, hogy elkezdett bíráskodni, pontozó bíró lett. Ugye eddig a sportolót, Ágnest pontozták? Erre én nem emlékszem. Hogy pontozóbíró lettem, de szerettem nézni a tornát, és hát legalább ilyen módon vegyek részt a tornában. 20 évvel ezelőtt, 75 évesen választotta. 95 éves igen, vagyok. Igen, igen. De nem érzem. Hála Istennek, nem is látszik. Hagyja ide a kezét. Még egyszer megint föl fog emelni. Tehát nyugdíjas lett. Hogyan telnek a nyugdíjas évei? Mit csinál? Mindent, amit lehet. Hát elsősorban sportolok, háztartást vezetek, tanítok, mert abból éltem, hogy aztán tanítottam. Akkor is ott is be kell mutatni mindig, és hát szóval a sportot sose hagytam ott. Nem unatkozik nyugdíjasként sem, ugye? Hogy? Nem unatkozik nyugdíjasként. Hát unatkozni nem utazok. Van két fiam, háztartás, szeretek főzni is, szeretek a háztartásra is foglalkozni, és sportolni is szeretek. És szeretek színházba járni, szeretek operába járni. Úgyhogy megvan a program. Megvan. Meddig lesz most még Magyarországon, Ágnes? Meddig marad most Magyarországon? Fogalmam is. A fiamat kéne megkérdezni, de nem tudom, én szívesen marad. Szívesen marad? Igen. Jól érzi magát itthon? Hát persze jól. Hát ez az otthonom, nem? Hát... Igen. Itt születtem, itt tornáztam, itt értem el sikert. Hát akkor mégis csak valami, nem? Így van, ez nagyon szép. Ágnes, annyi mindenről tudnék még beszélgetni, mert ez engem érdekelt volna, ez a bizonyos Juhász Piroska név, de azt meg kéne magyarázni, nem beszéljünk róla. Nem, akkor beszéljünk. Úgy értem, hát azt így van, azt a nehéz idő. Ne beszéljünk, így van, vége. Viszont arról nagyon-nagyon kell beszélni, hogy micsoda kitüntetéseket kapott, félelmetes, hogy micsoda eredményeket ért el. Miben? Mindenben, a tornában, hát a prima primissima díj, ugye. Ezek díjak nem érdekesek, nem ugye azt mondta? Nem érdekeltek. Az utazások. Még mindig az utazás. Akkor ezért jár ennyit Izrael és Budapest Magyarország között? Mert ez is egy utazás végül is. Ez is utazás. És szeretek utazni, amennyi pénzem van. Mert a pénzt azt nem gyűjtöttem, hogy is mondjam, ilyen... A pénz a szükséges. Szorgalmasan vagy tudatosan és rendszeresen, nem. A pénz, ha volt, volt, és szerettem, ha volt, de ha nem volt, az se volt egy tragédia. Én nagyon örülök, hogy beszélgethettünk, és van egy feladatom. Van egy nagy-nagy feladatom. No. Ide le kell nyúlnom most, remélem kedves nézők látják. És ha ilyen fölállok, virág. Ezt át kell nyújtanom, mégiscsak egy születésnapost köszönhetek itt a stúdióban. Ágnes, nagyon-nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok, legyen még nagyon-nagyon sok születésnap, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk,
És ilyen szép, ilyen kedves, sokszínű, nagyon köszönöm. Én azt gondolom, hogy most mi így búcsúzzunk el a kedves nézőktől, hogy fényképezzenek le bennünket. Hogy kedves nézők, nagy örömünkre Keleti Ágnes olimpiai bajnok volt az újpesti televízió stúdiójában kicsit a vendég. Kicsit lábújhegyre állok. Igen, hogy egy picit magasabb is legyen. Úgyhogy Ági néni, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Remélem, hogy nagy örömet okoztunk az Újpest televízió kedves nézőinek a viszontlátásra. És maga nagyon kedves volt.